napokban levelet írtam Pintér Sándor belügyminiszter úrnak annak kapcsán, hogy a rendőrség eljárást indított az ásotthalmi mezőrök ellen azért, mert azok fellépnek az illegális migrációval, az illegális migránsokkal szemben. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben abszurd ez a történet, hiszen az ásotthalmi mezőrök nem tesznek mást, mint hosszú évek óta határozottan és rendkívül eredményesen segítik a rendőrség munkáját, segítik a magyar határ védelmét, több száz migránst fogtak már el, illegális migránst fogtak már el, és adtak át a rendőrségnek. Most pedig ez a rendőrség tulajdonképpen a társszerv, vele egyébként együttműködő, eredményesen együttműködő társszerv ellen indított eljárást, mindezt a TASZ bejelentése alapján. Ne felejtsük el, a rendőrség pedig ugye nyilván az a magyar kormány, az a magyar belügyminisztérium irányítja, amelyik egyébként folyamatosan arról beszél, hogy mennyire fontos az illegális migráció megállítása, mennyire fontos a déli határkerítésnek a védelme. És éppen azért gondolom, hogy az egész történet abszurd, és kíváncsi vagyok Pintér Sándor belügyminiszter úr véleményére. Éppen ezért kérdésekkel fordultam hozzá. Szerinte helyese, hogy a rendőrség megindította ezt az eljárást a TASZ bejelentése nyomán, illetve hogy szerinte a ásotthalmi mezőrök jól teszik-e azt, amikor fellépnek az illegális migrációval szemben.